Meghirdette az idei dalversenyt a közmédia. A dal 2024-re november 23-áig lehet jelentkezni, ezúttal is csak magyar dallal. A show műsor viszont jövőre is számos újdonsággal készül. A versenydalok második fordulós áthangszerelésében például ismert zenei szakemberek segítik majd az előadókat. A nyertes pedig egy világhírű berlini stúdióban rögzítheti új lemezét. A Titán együttes Éjféli járat című dalával lett a dal 2023 győztese. A Duna dalválasztó műsorának nyertesen megkapta az Évdala 2023 és a Petőfi Zenei díj Évdala elismerést is. A győztes jutalma egyebek mellett 10 millió forint volt. Az erdélyi gyökerű együttes frontembere a döntő után azt mondta, először fel sem tudta fogni, hogy megnyerték a műsort. Hirtelen azt hittem, hogy mindig álmodom, vagy nem tudom, valahogy nem is lettem volna jelen különben. Utána egy másodpercenként kezdtem eltulajdonítani ezt a gondolatot. Hamarosan pedig kezdődik Magyarország egyik legnagyobb zenei show műsorának új évada. Megjelent ugyanis a dal 2024 pályázati felhívása. A közmédia november 23-áig várja a zenészek jelentkezését. A műsorba bármely könnyű zenei műfajú és stílusú, magyar nyelvű dallal lehet jelentkezni, amely még nem, vagy legkorábban 2023. június 15-e után került kereskedelmi forgalomba. A dalválasztó élő show műsorába a televíziós zsűri által 40 legjobbnak ítélt produkció kerül be. Az idei évadban izgalmas kihívás vár majd a versenyzőkre, ugyanis a daloknak fordulónként meg kell majd újulniuk. Az elődöntőben elismert művészek segítik majd ebben a fellépőket. Az idei évad nyertese többek között az Évdala 2024 elismerés mellett a világ egyik legpatinánsabb zenei helyszínén, Berlinben, a Hansa stúdióban rögzítheti új lemezét.